Vegyél a boltban hidrozselét. Többféle néven és címen árusítják, van belőlük színes, meg színtelen, meg kicsi, meg nagy, és a formájuk is lehet különböző. Viszont, hogyha vízbe tesszük őket, akkor megszívják magukat, és a térfogatuk a többszörösére nő az elraktározott víz miatt. Ezért aztán, hogyha vázába vagy cserébe tesszük ezeket a megduzzadt szemeket, akkor vízzel táplálják a vágott virágot vagy a cserepes növényt. Ezért aztán logikus, hogyha venni akarsz, akkor virágboltban keresd. Minket azonban azért érdekel, mert a megduzzadt szemek törésmutatója nagyon közel áll a vízéhez, így szinte tökéletesen láthatatlanok a vizes közegben. Most ezért mindegyikből teszünk egy kanálkányit egy pohár vízbe, és várunk. Remélem, hogy mindegyik működni fog, mert van köztük olyan is, amelyik már több éve van a fiókban. Tegyünk most egy-egy kanálkányit a poharakba. Így néz ki közelről a kísérleti telep. Egy fekete háttér, lehet, hogy egy picit segítene rajta, hogy jobban lássuk. Föntről is nagyon viccesen néz ki. Ez a legapróbb, nem is akar lesüllyedni némelyik. Eddig körülbelül fél óra telt el. Már látszik a változás. Újabb fél óra elteltével így állnak a poharak. A harmadik az nagyon teszi a dolgát. Ez a kísérlet azért is furcsa, mert akkor sikeres, ha nem látunk semmit. Újabb fél óra. Úgy látszik, hogy alábecsültem a hármast. Kinőtte a poharát, úgyhogy egy nagyobb edénybe fogom áttölteni. Itt van az új választott. Remélem, hogy ezzel már ő megelégszik. Látjuk, hogy szinte nem látunk semmit. Nézzük azért meg a többieket is. Látjuk, hogy ők is teszik a dolgukat, az utolsó is. Újabb két óra elteltével látható, hogy a többiek is kidagadtak a helyükből, látszik, hogy már több nem fér bele, és ő is nagyon tele van. Őt áttöltöm a nagy tálba. Ami most így néz ki. Kap még egy kis vizet. Miután felöntöttem vízzel, ennyi látszik belőle. A kettes számot megosztottam két pohárban, most így néz ki. Egyáltalán nem látszik, hogy lenne benne valami, pedig mi tudjuk, hogy van. A sárgás színű zselénkből ilyen darabkák lettek, nagyon szép, átlátszó. A másodikat szét is osztottuk, ebbe se látunk túl sokat, pedig ez is tele van, gyönyörű szép golyókkal. A harmadik edényt is fel kellett tölteni, benne ilyen a zselé. Vajon csak víz van benne, vagy mégsem? Eltűntek. Lássuk a másodikat.
itt van az egész társaság, gyönyörűek. És úgy viselkednek, mintha sok-sok üveggolyó lenne itt bent. Nagyon szépek és puhák. Tegyük őket vissza. Így néznek ki a pohárba halmozva, és ha fölöntöm vízzel, akkor eltűnnek. A negyedik edényben apró kis zselégolyók vannak, lássuk. Csodaszépek, ahogy itt gurguláznak. Tegyük őket vissza a tálba. Gyönyörű ez a sok szép kis puha zselégolyó, és ha leöntjük vízzel az egész társaságot, akkor eltűnnek. A napfény azonban segít felfedezni őket, hiszen az árnyékukat látjuk. Sajnálom, hogy filmen keresztül csak a látványt tudom neked átadni, de azt, hogy milyen érzés ezekkel játszani, azt nem.